A Magyar Kanizsai Vásártéren a helyi közösség szervezésében a hétvégén rendezték meg az idei utolsó vásárt. Borongósan indult a nap, de a színes program kivonzotta az embereket, és így jó hangulatban telt a vásár. Amellett, hogy a szokásos vásári hangulat megvolt, a sátraknál incsiklandó étkek készültek. A szokásos hamburger, sült kolbász és bográcsos mellett sült csülköt is vásárolhattak a kilátogatók, és a Csaba duó is hozzátett a jó hangulathoz. A gyerekek számára a mókus tanoda nyújtott kikapcsolódást, de arcfestés és csillámtetoválás is volt a vásár ideje alatt, valamint a Bárka, a Magyar Kanizsai Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ égisze alá tartozó szervezet dolgozói palacsintát sütöttek, hogy az abból befolyó összegből védenceiket támogassák. Az Együtt Veled Értük Egyesület tagsága és a Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ munkásai vesznek részt ezen a rendezvényen. Palacsintát sütünk, tökös kalácsot árulunk, és minden kedves ide látogatónak mentaszorppel szolgálhatunk. És mindemellett akár adományokat is adhatnak az emberek. Így van, tehát mindenki saját belátása szerint. A nemzeti tanácsi választások kampánya is zajlott a vásár ideje alatt, amikor is emlékeztették az embereket ennek fontosságára a VMS aktivistái és jelöltjei közül néhányan. A mai nap a Magyar Kanizsai Vásártéren célul tűztük ki, hogy a magyar összefogás választási programját minél több emberhez eljuttassuk. A magyar összefogás programjának irányelve közös értékeket építeni, fejleszteni és mindenki számára elérhetővé tenni. Az MNT elmúlt 4 éves munkáját eredményesnek tartom, jelöltként kiemelt cél a következő 4 évben is az oktatásfejlesztés, a kulturális élet fenntartása és ugye fejlesztése, a tájékoztatás fejlesztése és nem utolsó sorban anyanyelv használat fenntartása. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy merjünk magyarnak lenni, magyarul beszélni, mert a magyar nyelv fenntartása érték, ugyanis mindenki a saját anyanyelvén tudja igazán kifejezni önmagát. A magyar nemzettanács választások rendkívül fontos, hogy minden magyar, vajdasági magyar kimenjen a választásokra, hiszen így tudunk itt megmaradni, és így tudjuk azokat a projekteket továbbfejleszteni, amit az elmúlt időszakban már megvalósítottunk. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azokat a közösségeket, és a közösségeknek fel tudjuk tárni az igényeit, és beépítsük az elkövetkező időszakba a programjainkban. Minden számít, minden ember számít, minden magyar ember számít a vajdasági magyarságban. Itt gondolok az oktatásra, a művelődésre, a tájékoztatásra, a nyelvhasználatra. Az oktatásban olyan palettát tudtunk az elmúlt időszakban kiépíteni, ami egészen az óvodától a felsőoktatási intézményekig fontos számunkra. Az óvodától az óvodafejlesztésre, az általános iskolákba a tagozatok fejlesztése, a középiskolákba az utaztatási program, a felsőoktatásban pedig a szernyelvű tanfolyamok és az Európa kollégiumot be tudtuk lakni ebben a térrel. A vásáron mindenféle portéka megtalálható volt. Aki szeretett volna, kis pulit is vásárolhatott, de a cukorkárusok is kint voltak, valamint a kézművesek is. Górendre Péter révéről érkezett, kosárfonással foglalkozik. Ez ilyen családi tradíció, családi hagyomány, tehát az ükörögapám is ebben foglalkozott már. Mi szükséges egy jó kosár elkészítéséhez? Hogyan készül egy jó kosár? Hát ugye kosár az általában kézi munka, és tehát jó anyag mondjuk rá ilyen. Tehát ez nem ilyen erdőszéli, hanem ez direkt ilyen termesztett veszőből készül. És hogy érzi magát itt a kanizsai piacon? Milyen a forgalom? Hát jó, jó, persze. Látom, hogy jönnek az emberek, most az érdeklődés, meglássuk, hogy milyen lesz. Hát idáig jó minden. Lackó Róbert, Magyar Kanizsa helyi közösségének elnöke elmondta, hogy örömmel tölti el, amiért sikerült a vásárt újra népszerűvé tenni a helyiek körében. Per pillanat a megítélésem szerint egy 1200 ember van lent. Hát 2500 alatt még sose voltunk, az utolsó 5, ez a 6. alkalom, mióta újra szerveztük a vásárt. Én remélem, hogy ez most is úgy lesz legalább, és hát akkor természetesen megérte minden fáradtság, amit eddig tettünk. Legközelebb áprilisban lesz Magyar Kanizsán vásár, amikorra az utakat is feljavítják, és egy állandó színpadot is létrehoznak.